Sziasztok, üdvözlök a csatornámom és máma. Meg fogom nektek mutatni az új vágó programomat. 6.9.0-as verziójú vágó programot szeretném nektek bemutatni. Ez érdekel titeket ez a videó, akkor tartsatok velem, és nézzek is meg itt a videómat, itt az Even csatornám, és az intro után meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan vágom meg nektek a videókat. Először is akkor itt vannak a, hogy hogyan kell hozni létre egy videót, és olyan sok lehetőség van, hogy van a videós van, a tutorial tips, YouTube, Instagram, meg settings, vagyis a beállítások. Most már meg fogom nektek mutatni, hogy hogyan vágok videókat. Rá kell nyomni, hogy új project, és vagyis projekt, és hozni kell a projekt nevét. Az új vágó programom. Oda rákattintatok. Rákattintatok a 16-os kép arányra. Itt vannak ezek a videók, amit be szeretnék rakni a vágó programba. Én most... Hogyan kell videót vágni, meg képeket beszerkeszteni. Megmutatom nektek, hogy hogyan kell vágni képeket. Például most berakom nektek Zellert, a macskát. Imádom macskát, Zellert, és itt kell vágni, hogy hogyan kell megvágni a képet Zellerről. Az összes képet vágni. És itt van a Spirit. Ami megvolt, az a kép a macskáról, Zellerről. És így mész ki. Megint le fogjuk játszani a videót. És ezt kitűröm, akkor berakom, ugye rá kell kattintani a CO-nál feljelkozást. Így szoktam kitenni a... És így mész ki. Most egyszer ráraktam a feliratkozás. Lájkoljátok ezt a videót, feliratkozás a csatornára, ha újak vagytok, nyomjátok a csengőt, hogy kapjatok minden értesítéseket az újak videókról. Így szoktam mondani ennek a sávjára. Itt van Evelyn, vagyis én. Most meg fogom nektek mutatni, hogyan vágok képeket. Ez kicsit hosszabb videó lesz, meg fogom nektek szerkeszteni.
rá kell nyomni a túplára, és sok kép lesz a videó. Ez megvolt, akkor ezeket letűjük. A videót. Ez az intro. És itt rákattintatok, hogy vágás. Megvágtam a videót. És szoktatok tőlem kérdezni a záróképernyő, hogy hogyan szerkesztem, miért lett fekete a képernyőért. Rá kell kattintani a Color Board nevű színesítőre, hogy el szoktam tüntetni a záróképernyőt. És így mész ki. Meg szoktam itt vágni. Szoktam ilyet csinálni, hogy rá kell kattintani erre a beúra. És így csinálom a videó végét. És ennyi. Tulajdonképpen ez a vágóprogramnak a szerkesztése volt, és ezt a feketét el kell tüntetni. És még mutatok nektek valamit, utána vége lesz a videónak. Ezt a PicChart szerkesztő programba szoktam ezt berakni az elejét. Kockákba, amúgy is fogjátok látni a YouTube-on is, az Inkscape-en, hogy kockázom az elejét nevet. A másodpercnél szoktam ezt berakni, ezt az elejét feliratot. Berakok nektek még egy műkömmöt is. Így mész ki, és akkor most beraktam a műkömmöt a videóba, akkor rá egy feliratot. Így szoktam tulajdonképpen videót szerkeszteni. Ha ti is akarjátok csinálni ezt a videóvágó programot, akkor a Puber Director 6.9.0-as vágóprogramot fog nektek ajánlani, hogy ezen tudtok videókat vágni. Ezt ajánlom meg, ez jó vágóprogram. Egy csendes vágást igényel. A videómnál, mert amikor beszélek, akkor már nem csíp az anyag, mert az előző vágóprogramon már kicsit csípett az anyag, úgymond. Ja, sziasztok a csatornámon, és már mutatom nektek a vágóprogramon, hogy ugyan készítek egy bejárt videót. Tulajdonképpen ennyi lett volna ez a YouTube videó. Remélem segítettem nektek ezen a videóvágáson. A Power Director 6.9.0-as vágóprogramot megmutatni. Ti is vágjatok ilyen felvételeket a Power Directoron, ha van más videóvágóprogramotok, azon is meg tudjátok szerkeszteni. Én most a Power Directort használom, ezt az új verzióját. A 6.9.0-as vágóprogramot. Remélem, hogy segítettem nektek. Ha esetleg tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok ezt a videót, feliratkozás a YouTube csatornára. Újak vagytok, nyomjátok a csengőt, hogy kapjatok minden értesítéseket az újabb videókról. Majd találkozunk majd a következő videóban itt az Event csatornámon, most már október hónapban. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a videóban. Minden eljátősége rendesz a leírásba. Nagyon szépen köszönöm, megnéztétek. Következő videóban majd találkozunk az Event csatornán. Akkor sziasztok!